Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Brázs Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és Závesz Tibor, a Závesz Research Piac és Társadalom Kutató Intézet ügyvezetője. A beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. A miniszterelnök is előadást tartott a Fidesz Transit Fesztiválján, és beszélt arról, hogy úgy az intézményekben, a 68-asokat idézve, mint a nyelvhasználatban pozíciót kell fogni, ahogy annak idén befoglalták a liberális demokrácia kifejezést, úgy kell kifejleszteni egy másikat, és szerinte ezekben a dolgokban Magyarország nem áll rosszul, de Európa meg nagyon rosszul áll, és rendszeresen ilyenkor idézi a főáramú nyugat-európai sajtót, főként a németet. Hogy áll Magyarország az intézmények meg a nyelvhasználat elfoglalásában kormány oldalról önök szerint? Brázs Ágoston vagy Závesz Tibor? Jó napot kívánok! A miniszterelnöki gondolatsor felidézve, ő ugye azt mondta, hogy a liberálisok és a konzervatívok küzdenek Európában, és a liberálisok állnak nyerésre, mert ők a rendszerváltozás időszaka előtt már ezt célul tűzték ki, hogy a nyelvi hegemóniát kialakítsák, és valóban kialakították. Ő a liberális demokrácia kifejezését hozta, de akármilyen területre gondolunk, a individualizmustól kezdve az igaz és szabad élet mikéntjére, ezek mind a liberális ideológiának a lenyomatai. A morálisan helyes életmód, vagy a morálisan helyes politizálásnak a mikéntje, az a liberális szemszögből értelmezett világ. Magyarországon ez, ha nem is fordítva van, de egyensúlyban van. Itt a liberális és konzervatív világképnek az értelmezése szerintem nagyjából kiegyensúlyozott, és van, amiben a liberális inközpontú szempont érvényesül, legyen szó a magánéletnek mondjuk a szentsége, ilyen, és van, amiben meg a konzervatív világkép érvényesül, a család központoság ilyen, ezt is a miniszterelnök mondta, Isten, haza, család, a közösség központú gondolkodása az, ami a konzervatívokra jellemző, és az ehhez fejlesztett nyelvi keretek a liberális és a konzervatív világban is érvényesülnek. Szerintem tehát itt kiegyensúlyozott a helyzet. A feladatot is megjelölte, hiszen politikus, nem magunk fajta elemző, aki értékeli a helyzetet, hanem akkor rögtön feladatot is adott, és azt mondta ugye, hogy a következő európai parlamenti választásnak az egyik célkitűzése az ő részéről, hogy ezeket a vitákat Brüsszelbe át tudja vinni, nem Magyarországon legyen csak kiegyensúlyozott a helyzet, hanem az egész európai nyilvánosságban legyen vita a liberális és a konzervatív világkép és értelmezés között. Závesz Tibor? Mindig nagy érdeklődéssel figyelem a miniszterelnök világtrendeket firtató, meg folytató elemzéseit. Ugye nyáron is volt erre példa, és általában, hogyha övéi között van, mint hogy most a Transit Fesztiválon, saját közönség, saját moderátor, saját sajtó, utólagosan lehet majd ezzel kapcsolatban tudósításokat olvasni, de helyben azért a nagy, nem tudom én, párbeszédeknek a legalábbis vele kapcsolatban, mert egyébként a Transit Fesztivál előnyére legyen mondva, hogy voltak viták fideszes politikusok és ellenzéki politikusok között, de azért a miniszterelnököt mindig ilyen steril környezet véd. De tehát, hogy nagyon érdekesek ezek a világ megfejtések, és nem vitatom ezt a jogát és feladatát sem. Jobban örülnék, ha ő ezeken a rendezvényeken is gyakrabban foglalkozna, mint a kormányzás vezetője aktuális problémákkal, és akkor sorolhatnám vég nélkül, de talán majd a későbbiekben el lehet mondani, mi az, ahol a kormányzás hát hiány szenved, de ez a fajta ilyen megközelítésmód, amit ő elmondott a tranziton, ez most más volt, mint amit mondjuk korábban olvashattunk, vagy hallhattunk tőle. Nagyon sokat beszélt régen a kelet és a nyugat különböző irányáról, hogy nekünk hol a helyünk egy ilyen kontextusban, hogy mi a világpolitika változásának az iránya, hogy hanyatlik a nyugat, most ezeket vitathatjuk, és hogy érdemes a kelet felé, a felívelő kelet felé menni, vagy törleszkedni, vagy odasorolódni, vagy pozíciót váltani, de amit Ágoston mondott, most valóban itt a liberálisok és a konzervatívoknak a eltérő európai és világ pozíciójáról volt szó, csak én
Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, minden igaz, amit elmondtál, hogy, volt egy csúsztatás, a többi is, de az a csúsztatás szerintem nagyon fontos, és fel kell hívni a figyelmet a hallgatóknak erre, hogy a liberálisok, a baloldaliak és a kommunisták között, ahogy ő beszélt erről, nagyon sokszor egy mondatba belerakva azt vizionálta, vagy azt tette le az asztalra, mintha ez valami közös platform lenne, és akkor ezzel szemben van egy jobboldali és vagy konzervatív állás. Pont, vagy nyelvi kultúra, vagy kulturális hegemónia. Ugye Gramsira hivatkozott, aki egy hát baloldali hát íróember volt, aki ugye a kulturális hegemóniára elég sokat írt, és ezt fejtette föl, hogy hol van ebben hiányossága még a jobb oldalnak, de azért arról nincsen szó, hogy a liberálisok, a baloldaliak és a kommunistáknak azonos lenne a bármilyen platformja, a világról alkotott képe. Ezek nagyon különböző csoportok. Tehát ő ezt nagyon egybecsúsztatta. A másik, amit említette Ágoston, hogy ugye valóban azt a különbséget ő megtette, hogy azt mondta, hogy ez az előbbi csoport, tehát mondjuk nevezzük el egyszerűsítés kedvéért liberálisoknak, valóban az egyénnek a központi szerepét hangsúlyozza, az én központuságot, míg a másik oldal, család, Isten haza, tehát valahogy kollektív dimenziókba gondolkodik, és én ezt ott vitatnám, és ott nincs igazából Orbán Viktornak, hogy például olyan hát nemzeti liberálisok, akik a magyar történelemben jelen voltak, egyáltalán nem voltak én központúak. Tehát, hogyha elolvassa, nem tudom, Deák Ferenc, elolvassa Ötvös Józsefnek a munkásságát, de hadd soroljam ide még Kossuth Lajost is, azért mégis ennek a csoportnak reprezentánsait, azért nincs arról szó, hogy ezek a egykori nagy neves liberálisok, nemzeti liberálisok csak saját magukra figyeltek volna, hát ugyan már, és én nem gondolom azt egyáltalán, és nem is degradálnám, nem gondolom, hogy úgy van, hogy ne gondolkodnának közösségekbe a baloldali emberek, hogy ne lenne nekik fontos a család. Tehát én ezt egyszerűen egy ilyen mesterséges választóvonalnak érzem, ami azért szomorú számomra, mert a miniszterelnök azt is mondta, hogy ezen a tranziton, hogy a azt is mondta, hogy a hatalom lényege, de utána egy másik mondta, hogy a politika lényege a közös cselekvés. Na most, ha a politika lényege a közös cselekvés, akkor én azt gondolom, most egyszer nem is elemzőként, hogy magyar állampolgárként, azt szeretném kérni mindenkitől, aki a politikában részt vesz, elsőként a miniszterelnök, hogy a közös cselekvést értelmezze már úgy, hogy abban a politikai térfél különböző szereplői egy közös ügy érdekében az ország sorsának előrejutása érdekében próbáljanak valahogy közösen egy nemzeti minimumot hozni. Na most az, hogyha ő mindig választóvonalakat húz, és mindig a különbségekre mutat rá, amik, még egyszer mondom, nem feltétlenül igazak és helyesek, szerintem az nem vezeti előre ezt az országot, az hátráltatja, az a megosztást növeli. És ez, szerintem ezt nem tehetjük most meg a 21. században, amikor pont a pozícióinkért küzdünk mi magyarok, vagy mi Magyarország. Mráz Ágoston. Tibor nagyon sok mindent mondott, megpróbálok rá sorba reagálni. Elsőként elhangzott egy olyan állítás, amikor ezt hallottam, az volt a gyanúm, hogy átkapcsolt az ATV-re a miniszterelnöki beszélgetés megtekintése közben, és kimaradt neki ez a részlet, hogy éppen, hogy a miniszterelnök fölhívta a figyelmet, hogy a 19. századi nemzeti liberalizmust, azt kiveszi a liberalizmus kritikájából, Deák Ferencet és társait nem sorolja ide, hiszen ők valóban nemzeti liberálisok voltak, azaz egy közösségben gondolkodó liberálisok. Abban a kontextusban a liberalista vagy liberális álláspont egészen mást jelentett. Másrészt beszéltél arról is, hogy a nemzeti minimum milyen fontos. Ehhez ugye az kell, hogy vitatkozzanak a felek, ebbe talán egyetértünk. Elfelejtetted megemlíteni, hogy milyen kár, hogy a demokratikus koalíció egyetlen egy politikusa és megmondó embere sem tette tiszteletét ezen a rendezvényen. Tehát mindig azt elvárni, hogy legyen vita, párbeszéd és egyetértés, de amikor van rá lehetőség, akkor a baloldalnak a meghatározó domináns erejének a képviselői távol maradnak. Ez minimum visszás és belső ellentmondásra val. Harmadrészt mondtál egy ilyet, hogy a baloldaliak is családpártiak. Ez biztosan van ebben igazság, de a miniszterelnök nem a baloldali politikusok
család barátságát kérdőjelezte meg, hanem a baloldali ideológiáról beszélt, aminek a középpontjában az ember képe más. És ez szerintem, hogyha ilyen filozofikus szinten vizsgáljuk, itt egy egyetemista közeg előtt beszélt a miniszterelnök, feltételezhette, hogy nem egyszerű félmondatos üzenetekkel kell megnyerni a közönséget, hanem láthatóan értelmiségi diskurzust folytatott. Ebben az antropológia, az emberkép egy kulcsfogalom lehet, és a baloldalnak és a liberálisoknak az emberképe ténylegesen elválik a konzervatívoktól. Tehát ha még alaposabban megnézed ezt a beszédet, akkor a legtöbb kritikát szerintem nem állja meg a helyét, és a műfaja nem is ez volt ennek a beszédnek. Kihagyott lehetőség volt a DK részéről, vagy stratégia, hogy nem vett ebben részt? Magyarázhatják azzal is, hogy nem akartak legitimálni egy tisztán fideszes rendezvényt. Biztos ezzel magyarázták, de szerintem, ha a demokratikus koalíció szervezett volna egy hasonló fórumot, és meghívott volna a fideszes beszélgető partnereket, örömmel elmentek volna. Hát reméljük, erre lesz lehetőség. Én azt gondolom, hogy az a politikusoktól való elvárás, hogy próbáljanak meg, amilyen tér csak nyílik párbeszéd vitára, azokon foglalják el a megfelelő pozíciókat. Ennek ugye eklatáns példája a parlament, ahol azért ez megtörténik, mert mégiscsak az a egyik lényeges tartalmi eleme a parlamenti létnek, hogy az ember kifejti az álláspontját, a frakciója álláspontját, és megpróbálja ezeket vagy ütköztetni a kormány elképzeléseit, kritizálni, vagy jobbítani, letenni alternatívákat az asztalra. Én azt gondolom, hogy a parlamenten kívül is vannak lehetőségek. Én abszolút a párbeszéd híve vagyok, tehát én magam is, ha hívnak, akkor bármilyen olyan vitára is elmegyek, ahol nem feltétlenül velem egy gondolkodásúak vesznek részt, tehát én is azt gondolom, hogy azért az a jó az ellenzéki politikusok részéről, ha ezeket a lehetőségekkel élnek. Nyilvánvaló, hogy a DK-nak volt valami fajta megfontolása a tekintetben, ezt majd hosszabb távon meglátjuk, tehát ők valóban egy ilyen kérlelhetetlenebb, keményebb álláspontot foglalnak el ezen az ellenzéki térfélen, a legkeményebb talán a kritikájuk. Más pártok, akiknek szintén van mondandójuk a kormányról elég sok rossz, azok pedig annak ellenére, hogy ezt a sok rosszat akár még a nem tudom, hogy a Karmelita Kolostornál demonstrációkkal és kordonbontásokkal is illusztrálják az egyet nem értésüket bizonyos kormányzati döntésekkel kapcsolatban. Momentumos politikus volt is. Ja, ezért mondom, tehát ezt akarom mondani, hogy annak ellenére, hogy a kritikájuk akár még ilyen demonstrációkban is tetten érhető, elmentek vitázni. Szerintem az ilyen párbeszéd azért is jó, mert hogy lehet értelmezni azt, hogy mi az a kontextus, mi az a világkép, mi az a nyelvezet, amivel megpróbálják megszólítani a politikai alternatívák, a választópolgárokat. Akkor lenne persze nagyon, még egyszer elmondom, amit az elején mondtam, akkor lett volna ez nagyon tisztességes, hogyha mondjuk a független médiának a jelenléte legalább annyira adekvát lett volna, mint a kormányhoz közelebb állóké, vagy azt kell mondjam, hogy az a fajta nyitottság, ami sok rendezvényt jellemez, hogy bárki bármilyen, nem kell feltétlenül belépőket szerezni, ez mindenkinek meg lehet volna ez a lehetőségem, mert akkor van meg az a politikai, nem tudom én, platform, amin lehet működtetni egy demokráciát, ahol a különböző nézetek képviselni tudják magukat. Egyébként a miniszterelnök azt mondta, hogy hát mindkét oldal sokszínű, és ez a médiával is így van, mindkét oldalon a média sokszínű, akkor tessék erre egy-egy rendezvény, ezt a nagyon sokszínű médiát odaengedni, és akkor valószínűleg több párt lett volna el, és ezt ne becsüljük le, és ne tekintsük úgy, hogy jó, hát utólag voltak tudósítások, meg volt. Szerintem meg kell teremteni, főleg mert ritka ez az alkalom, ahol a miniszterelnököt, közvetlenül meg lehet szólítani. Van parlament, az helyes, van nemzetközi sajtótájékoztató egyéb egyszer-kétszer, vannak pénteki alákérdezős interjúk, és vannak monológok. Tehát akkor legyen már egy olyan lehetőség, ahol tényleg fideszes politikusokkal is lehet vitázni, és a miniszterelnökkel is. Na, ez egy ilyen lehetőség volt, ahol a fideszes politikusokkal lehetett vitázni, amivel nem élt számos baloldali szereplő.
azt pedig szerintem messzire vezet és műfaji részlet, de nem biztos, hogy szerencsés egy ilyen fesztiválon, ahol zárt körben elég sok ember megfordul, hogyha villám interjúkat készítő a politikai kampányok részeként, újságíróként tevékenykedő, vagy újságíró mezben tevékenykedő politikai kampány csapatok készítenek kellemetlen felvételeket. Én ezt valahol megértem, ezt én a média szerkezete egy téves fejlődésének tartom. Semmi köze a demokratikus nyilvánossághoz az, hogy kellemetlen fotókat készítenek, és a utcasarkon váratlan kérdésekre hirtelen nem tud frappánsat válaszolni egy megkérdezett, és azon akkor lehet heherészni. Szerintem értető, hogy egy fesztiváltól ez idegen. Amúgy meg nem sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök, hanem egy előadást, ahol se a jobb oldali, se a bal oldali sajtómunkatársai nem kérdezhettek, hanem Bohár Dániel tehetett föl kérdéseket, és azon kérdésekre kihasználta a miniszterelnök, hogy hosszú, kimerítő, néha a kérdéstől is független válaszokat adjon. Tehát szerintem itt a műfajt érdemes tisztázni. Még egy dologra hadd utaljak viszont vissza, itt nehezményeztet, hogy a liberálisok és a kommunisták egy platformra kerültek meg a miniszterelnök részéről. Tényleg arra tudlak bátorítani, hogy hallgass meg még egyszer ezt a beszélgetést, mert nagyon részletesen elmagyarázta, hogy honnan veszi a bátorságot, hogy ezt megtegye. Egy történelmi fejlődést írt le, amiben a lényeges gondolat az az volt, hogy kezdetben a liberálisok és a konzervatívok összefogtak a fasiszták és a kommunisták ellen. És itt valami eltört a rendszerváltozás idejében, amikor a liberálisok legelőször megérezték, hogy a konzervatívok újra versenytársaik lesznek. És lényegében azt fejtette ki a miniszterelnök, és ezt a szellemtörténeti és politikatörténeti folyamatot én fogadnám a helyedbe objektív leírásnak, miközben természetesen egy politikusi beszédről beszélünk, hogy a liberálisok a baloldallal szövetséget kötöttek. És a baloldal, tudod te is nagyon jól Magyarországon, sokszor posztkommunistákból állt. Az, hogy a kommunista posztokból posztkommunisták lettek, mint a rendszerváltozás egyik jelensége, ezt pedig könnyen elfogadható szociológiai ténynek Magyarországon és Közép-Európában mindenhol. Tehát így ebben a leírásban érthető, hogy ez a látszólag különféle szellemi irányzatok, hogy kerültek egy politikai platform. Csak annyit tennék hozzá, hogy azért a nagy leíratokban akkor egy lábjegyzetként tegyük azt is oda, hogy a posztkommunisták egy része végül is hont találta a jobboldali pártoknál, jelesül Magyarországon a Fidesznél, tehát azért lehetne ilyen névsort alkotni. Nemzeti baloldal lesz, igaz? És ez egy legalább olyan fontos megállapítás, és ha erre lapozta a miniszternek, akkor ugyanerre a jelenségre lapozhat egy másik eszmefuttatást. Pont erről beszélt, hogy az emberkép az igazi megkülönböztető jelleg, és azok, akik nemzeti baloldal, ezt ő nem mondta, de belegondolhatjuk a gondolatsorba, a nemzeti baloldal értelemszerűen a nemzetben gondolkodó politikai táborhoz csatlakozott. Elmondta, hogy a jobb oldalnak is vannak egyébként árnyalatai, a racionalista konzervatívok és a Isten és teremtett világból levezetve gondolkodó kereszténydemokraták. És a baloldali tábor pedig azért olyan sokszínű, és liberálisoktól posztkommunistákig mindenki benne van, mert az ő emberképük pedig egy másik emberkép. Jó, azt továbbra is tagadom, hogy nem lenne fontos ennek a most általad is részben azért egynek tekintett csoportnál a közösségeknek a léte és azoknak a társadalom alakító szerepüknek az elfogadása. Bocsánat, még egy dolgot akartam mondani, ez a bevezető kérdésben volt, hogy maga ez a különbségtétel, amit a miniszternek megtett, amiről most eddig beszéltünk, ez is szerintem egy fontos dolog, és azért nem tartom szerencsésnek, mert pont nem a nemzeti minimum irányába megy, de az sem szerencsés, hogyha Magyarországot ő nagyon másként értelmezi, mint az európai jobboldal, vagy az európai konzervatívokat. Elmúlt időben többször hangot adott annak a csalódásának, ami a 2019-es EP választáson érte a jobboldalt. Utána elmondta azt, talán ez éppen igen, a tranziton volt, hogy hát ilyen erővel poénnak jó volt. MSZP-be is beléphetett volna, mert már úgymond a kommunisták, vagy nem, talán így mondta, kerültek hangos
pozícióba az Európai Néppártba. Tehát, hogy én nekem az a meglátásom, hogy ezek a beszédek és ezek a megnyilvánulások folyamatosan a különbségeket keresik, és a választóvonalakat. Na most ő nem politikai elemző, aki felhívja egy társadalom politikai tagoltságára a figyelmet, hanem a Magyarország miniszterelnöknek az a dolga, hogy próbálja meg azt a konszenzust megteremteni, amiben a legtöbbet ki lehet hozni. És akkor hadd mondjak még egy példát, mert ugyanebben a sorba illeszkedik bele, ez pedig Tusványoson volt, hogy tudom, kemény kritikával illette a szlovákiai magyarságot, illetve az ottani politikai tényezőket, hogy nem tudják magukat úgy megszervezni, és hát micsoda dolog az, hogy most nem tudom én, nem fognak ott jeles pozíciókat fogni majd a következő parlamenti választáson. Tehát ebben az egész ilyen vízióalkotásos, vagy leíró jellegű, de egy picit a jövőben mutató miniszterelnöki megnyilatkozásokban több olyat látok, ahol ő a különbségeket keresi, mint ahol az azonosságokat. És én nem gondolom, hogy minden beszédben minden nap harcolni kell, és ezeket kell a központba állítani. Te biztos, hogy szereted volna, ha az MSZP-be lép be Orbán Viktor, de viccet félretéve. Annak rossz volt. Viccet félretéve. Elemezzük a helyzetet. Az Európai Néppártban rendszerváltást szeretne elérni Orbán Viktor, mert az Európai Néppárt végül is nem azt az utat választotta, hogy az európai jobb oldalnak a gyűjtőpártja, hanem az európai baloldalnak a szövetségese. Tehát minden kritikát, amit az Európai Néppárttal szemben tesz, és ezek ugye nem ilyen diplomatikus kritikák, hanem a magyar politikai nyelv keresetlen őszintessége tükröződik benne. Az azért van, mert azt szeretné elérni, hogy a 24-es európai parlamenti választás után az Európai Néppárt a jobboldali, az európai jobboldalnak a részévé váljon. Ezzel párhuzamosan bejelentésre került, hogy a Fidesz az európai konzervatívokhoz szeretne csatlakozni, ugye? Dajs Tamás mondta ezt be a Mondinának adott interjújába, és az európai konzervatívokról azt tudjuk, hogy az előrejelzések szerint minden esélyük megvan, hogy másfélszeresre növeljék a befolyásukat, ami nem hatalmas, de nagyjából 8-12%-ra emelkedjen a mandátumarányuk. És ott vannak még a sokféle identitás és demokrácia néven egyesült radikális jobboldali pártok. Arról beszélt itt Orbán Viktor, hogyha jó indulattal és megértési szándékkal közelítesz az által elmondottakhoz, hogy ahhoz, hogy Brüsszel a liberális és konzervatív világképek ütköző zónája tudjon lenni, ahhoz a liberális hegemónia mellé fel kell építeni egy jobboldali szövetséget, és ebbe csábítgatja az Európai Néppártot. Mindaddig, amíg a többi jobboldali párt nem tud erőt mutatni, addig tegyük hozzá, észszerű, hogy az Európai Néppárt a hatalmat és a befolyást választja, de hát ha a most soron következő európai parlamenti választásban a jobboldali, sokszor protestpártok, sokszor új konzervatív pártok megerősödése a néppártot is észhez téríti, és egy fordulat ebben bekövetkezik. Ha tehát meg akarjuk érteni, hogy mi az a kritika, amit a miniszterelnök gyakorolt, akkor ezt a politikai szinteret kell felidéznünk. A beszélgetés elején már volt róla szó, a miniszterelnök azt tartja a legfontosabb feladatnak, hogy a csatát például, hogy birodalom vagy nemzetállamok ügye, hogy dől el Európa sorsa, azt ki kell vinni Brüsszelbe. De arról is beszélt, hogy megfelelő környezet kell hozzá, és ilyenkor mindig a Frankfurter Allgemeine Zeitungot idéz, amiről azt mondja, hogy az róla még egy jó szót soha le nem írt, bolond lukból bolond célfúj. Hogy lesz Európában megfelelő szövegkörnyezet ehhez a csatához? Talán az is benne volt ebbe az előadásban, hogy ez a konzervatívok feladata, hogy megalkossák ezt a nyelvezetet, ezt a politikai nyelvet. És már beszéltünk is mi is itt az első fél időben róla, hogy Magyarországon ez részben sikerült a jobb oldalnak. Legyen szó családról, hazáról, Istenről, vagy akár rezsicsökkentésről. Ezek azok a hosszan sorolható politikai fogalmak. Szankciós infláció. Szankciós infláció, amelyek a saját politikai nyelve a Fidesznek, de ilyen politikai nyelve nincs a jobb oldalnak Európában. Az a nyelv, amit a jobb oldal Európában beszél, az a baloldal nyelve.
és ahhoz próbál alkalmazkodni, és itt a baloldal, bármennyire is fáj a Tibornak, ekvivalense és szinonimája a liberálisnak, és bizony a kommunistának. De két héttel még a tranzit előtt jött a hír, hogy a nagy Soros alapítvány úgy döntött, hogy kivonul Európából, mert az Európai Unió az általa képviselt értékekre elegendő hangsúlyt fektet. Ez a tény, ez segíti ennek a nyelvi környezetnek a kialakulását? Hát, nagyon fontos a nyelvi környezet valóban, mert a kommunikáció, tehát hogyha megfelelő szavakat megfelelő kontextusban alkalmaznak a politikusok, és ez erre van egy fogadókészség a társadalom részéről, és ez nem ilyen egyik napról a másikra kidolgozom egy íróasztalnál, és elkezdem használni, tehát ez sokkal több annál, ezer ágavoga van, tehát szerintem itt egyáltalán az a kulturális hegemónia, az a térfoglalás, ami egyébként Magyarországon a jobb oldal részéről zajlik, és akkor megteremti ehhez azt a nyelvezetet, amit viszont itthon a bal oldal kényszerül követni. Tehát egy picit szerintem más a helyzet Európában, azt aláírom, hogy amit említett Ágoston, valóban az van, de itt pedig azt látom, hogy egyre inkább a Fidesz által használt terminológia, nyelvi kontextus az, ami a társadalom széles rétegeit eléri. Ez nem mindig a mondjam azt, hogy az értelmiség kedvére való szóhasználat és tartalom feltétlenül, de mindenképpen működőképes, és a baloldal ennek nem tudta, hogy az ellenzék, akkor használják inkább ezt a szót, most nem, itt ismét csak egybe dolgokat, tehát az ellenzék nem tudott ehhez megfelelő alternatív szóhasználatot kidolgozni, vagy nyelvi környezetet, és ezért mindig egy ilyen utánkövetés lehet itthon érzékelni. És ezért van nagyon sokszor az, fölteszik a kérdést, hogy az ellenzék miért nem tette ezt a nyáron, miért nem tette azt a nyáron, miért csak mindig a Fidesznek a topikjaira reagál, miért mindig ugyanazokkal a szavakkal reagál. Tehát nagyon kevés az a típusú újítás, ami itthon az ő pozícióikat erősíteni. Márpedig abban tényleg igaza van Orbán Viktornak, hogyha ez a típusú ilyen nyelvi, nem tudom, egy kulturális hegemónia nincsen meg, és ezek a nyelvi környezete sincsen meg, akkor egy politika nem tud kellőképpen sikeres lenni. Nagyon sok dolog kell hozzá, de ez is nélkülözhetetlen. Tehát pont az itthoni példa mutatja, hogyha ebben nem veszi föl a lépést az ellenzék, akkor le fog maradni, mert mindig egy ilyen utánkövetést kell végrehajtani, ami hát nagyon nehezen fog menni. És akkor még az is hozzátartozik, hogyha ez nagyon sokszínű, tehát nem mutatja az egységet, tehát nem egy irányba kanalizálódik, és azért, amit mondasz, hogy tényleg nagyon mások itthon, ha pártokon végig szaladnánk, és azt mondják, hogy ez liberális párt, ez baloldali párt, kommunista most nincsen éppen, de hogy ezeknek különböző árnyalatai vannak, ezek mind-mind másfajta nyelvi szóhasználattal építkeznek. Most mondok egy példát, ami szankciós infláció elhangzott, de erre van egy másik kifejezés, ugye, amit a DK használ leggyakrabban, hogy Orbáni infláció, ami ugyanilyen érthető, és ugyanígy át tud menni az emberek gondolkodásába. Csak nem saját találmány, ezt Tölgyesi Péter mondta először, csak kevés számmal ismételték. És a többi politikai párt ezt nem vette be a szótárába. Akkor más pártok más találnak ki, de az egész nem egy irányba kanalizálódik. Tehát mindenképpen az erő az akkor tud megnyilvánulni, és akkor lesz belőle politikai hatalom, már pedig mi lenne más a szél, mint a hatalom megszerzése egy politikus számára, hogyha valamilyen koncentrációja van a kulturális hegemónia megteremtésének is, és ezzel együtt nyelvi környezet kialakításának is. Mivel mulatták az időt meglátásuk szerint az ellenzéki pártok? A Fidesznek volt tusványos, volt tranzit, neked kormányozni menet közben is kell. Az ellenzék mivel mulatta az idejét? Előtte még művelt kollégám kihagyta a kérdésre adandó választ, tehát a Soros György szervezeteinek a jövőképéről szerintem pár szót érdemes beszélni. Tegyük hozzá, hogy pontosan nem lehet tudni, hogy mi lesz, hiszen magának ellentmondó nyilatkozatokat tettek különféle vezető emberek, de valami változás mégiscsak várható. Én most azt tartom a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy a Soros Alapítvány nem ad pénzt, mert abban reménykedik, hogy az Európai Unió részéről lesz elegendő forrás, vagy éppen az amerikai kormányzat részéről. De ott lesz egy választás. Így van. Ugye ezt is mondta a Soros szervezetek új vezetője, Soros György fia, hogy az amerikai belpolitikára szeretne koncentrálni.
Már 21-ben 400 millió dollárt adtak a Demokrata Pártnak, tehát az a koncentráció ez egészen hatalmas volumenű pénzmozgásokat jelent, hiszen tudja, hogy az amerikai választás eredményétől függ az amerikai kormányzattal a szövetségben működő soros alapítványnak is a jövőbeli stratégiája, és ezért az lehet a mostani elképzelés, hogy a soros alapítvány pénzeinek kivonása helyére közpénz kerüljön, európai és amerikai közpénz kerüljön, és ennek a formátumait, alapjait, eljárásrendjeit már az elmúlt években kidolgozták, tehát aki arra számít, hogy ez a bejelentés a soros alapítvány esetleges megszűnését, visszavonulását, eltűnését jelenteni, az tévedni fog. Szerintem változó formában, vagy változó financiális háttérrel, de ugyanúgy meg fognak maradni ezek a szervezetek, és az általuk végzett munka is része marad az amerikai és az európai politikának is. És ez kihatással van a magyar ellenzékre is, mert egyrészt Gyurcsány Ferenc, másrészt Soros Györgynek a világa az, ami stratégiailag szerintem befolyásolja a magyar baloldalnak a pártjait. Soros György szervezete ezt az átalakulást jelentette be, ezért ott egy elbizonytalanodást érzek. Gyurcsány Ferenc pedig a nyarat elég hosszú szabadsággal töltötte, és mivel ez a két befolyásoló erő lényegben kiiratkozott a nyilvánosságból és a stratégiai döntéshozatalban a nyáron, szerintem ezért sem történt igazából a magyar baloldalon semmi. A viszonyítási pontjaik, a befolyásoló erőik eltűntek, elbizonytalanodtak. Ugye Gyurcsány Ferenc múlt héten jelentette be, hogy a kellemes pihegésből most visszatér. Egyelőre csak számítani lehet rá, hogy majd valami őszindító beszédet mond, szokott mondani, amiben stratégiai feladatokat kijelöl, de egyelőre nem lehet tudni, hogy mivel készül az őszre. Ugye volt egy konferencia talán a nyár elején, tavasz végén, ahol közösen vettünk részt, és maguk az ellenzéki politikusok jöttek utánunk, akik hát eléggé lesújtó képet alkottak az ellenzék aktuális állapotáról. Tehát ők maguk mondták azt, hogy a választások óta eltelt egy év nem nevezhető sikertörténetnek, és tulajdonképpen én azt látom, hogy a nyár sem hozta meg a megújulásnak az attribútumait. Az nyilvánvaló, hogy abban a fázisban vannak az ellenzéki pártok, hogy még mindig, azon már túl vannak, hogy önmagukat ráncba szedték, tehát megtörténtek ezek a személyváltozások, elnökcserék és így tovább. Tehát ez a része lezajlott az okkeresésnek, a kudarc okkeresésnek. Abban a fázisban vannak most szerintem, hogy próbálják a saját erejüket valahogy bemérni, hogy a másikhoz képest, és próbálják megkeresni az együttműködésnek a különböző lehetőségeit. Olyan nagyon sok idejük nincs, ezt nagyon sokszor el lehet mondani elemzések során, hogy már itt a következő választás, és hogyha eddig nem teszik meg, az embernek van egy tapasztalata arról, hogy körülbelül mennyi idő kell ahhoz, hogy egy kampány kifutása sikeres legyen. Tehát, hogyha kitűzhetünk ilyen dátumokat, hogy ezt nem teszi meg az ellenzék, nem jut közös nevezőre, nem tudom, az idei évben, akkor nem fog sikerülni neki a közös indulásnak, nem tudom, az együttműködésnek a létrejötte, mondjuk az európai parlamenti választáson csorbát szenvedhetnek az együttműködések az önkormányzati, ugye az időben megrendezett önkormányzati választásokon, tehát itt egy ilyen nagyon gyors sprintet kellene az ellenzéki pártoknak végrehajtani ahhoz, hogy végül valahogy jövő évben sikeresebben érjenek be, mint az előző választáson. Nem láttam a nyáron olyan kreatív ötletet, amire azt lehetne mondani, hogy akkor ez most egy pártot megindított volna. Mindenki próbálja a saját trekjét továbbvinni, a zöld gondolatot, szerintem az valamennyire sikeres, a baloldali gondolatot, hogy kis emberek pártja, ebben de is az most vannak. Melyik? A kis emberek pártja. A kis emberek pártja, ugye csak az ember abból indul ki, amit Komjáti Imre szokott képviselni. Magyar Szocialista Párt. Magyar Szocialista Párt. Hogy legyen közös lista. Igen, és egyébként meg ez a másik, ugye ebben nem jutnak dűlőre az ellenzéki pártok, most ezt jól említettem, most, hogy akkor most mondom, hogy méregetik magukat a másikhoz képest, de és akkor... Választás nélküli időszakban mivel lehet méregetni egymást a másikhoz? Például erre alkalmasak a közvéleménykutatások. Ebben azt hiszem egyet érthetünk, hogy... És akkor van bármi mozdulás? Vagy nem rendeltek?
Már trendelnek, még persze vannak közönségkutatások, de a mozdulások, minimális mozdulások vannak. Tehát igazándiból olyan állítást tenni, hogy most a tavalyi parlamenti választások óta valamelyik párt hú, de elhúzott a többiektől, azt nem lehet tenni. A DK pozíciói mindig is erősek voltak. Valahol ott elért talán egy olyan erősödés megfigyelhető, hogy elért oda a 20% környékére. Most azt a számot mondom, ami egy ilyen választási eredmény lehetséges. Tehát ha valahol 20% környékén van, akkor el lehet gondolkodni azon, hogyha egyedül indul az európai parlamenti választáson, akkor az most 4 mandátum, vagy esetleg több. Tehát a méregetést azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert a politikának ugye nagyon sok érzelmi eleme van, meg sok ilyen kalkuláció van, és mindig van benne egy versenyszellem. Na most az ellenzéki pártok azt érzékelik, hogy a versenyben ők a jelenleg vezető és kormányzó Fideszhez képest nagyon le vannak maradva, és az a típusú formáció, amit 2022-ben megalkottak, nem volt célra vezető, akkor mit tudnak tenni, akkor elkezdik egymáshoz méregetni magukat, és akkor most az a cél, ezt gondolják végig az ellenzéki pártok, hogy egy igazi jó eredmény, amivel aztán majd 2006-ra lehet készülni, ha be tudom bizonyítani azt, hogy az európai parlamenti választáson szereztem mandátumot. Tehát 26-ra. 26-ra. Tehát most az egy nagyon fontos cél, és akkor a dilemma meg az, hogy akkor erre gyúrjanak, vagy ezt tegyék a fókuszba kisebb pártok, vagy próbáljanak meg valamilyen közös formációt létrehozni, amiben lehet, hogy nekik nem lesz végül egy európai parlamenti mandátumuk, és a pártjuk nem is fog külön elindulni, de mégis a továbbélésnek valami záloga, mint az ellenzéki közös továbbélésnek. Tehát itt nagyon sok, itt az igazi választó van a jövő június eleje, amikor eldől, hogy az ellenzéki palettán ennyi párt lesz, amennyi most van, vagy ennél kevesebb. De ezt mi fogja eldönteni, hogy ennyi lesz a választás eredménye? Hát igen, az egy selejtező lesz egyértelműen, ami abból a szempontból érdekes, hogy ugye a baloldal részéről nagyon sok kritikát hallottunk a választási rendszerről, és ez a kritika úgy szokott folytatódni, hogy azért kell összefogniuk még Gyurcsány Ferenccel is, mert a választási rendszer ezt kívánja. Na, az európai parlamenti választás ez egy listás, egy nemzeti listát igénylő választási rendszer, ahol csupán egy 5%-os küszöböt kell átlépni. Éppen ezért az a segélykiáltás, amit Komját Imre, az MSZP társelnöke mondott, hogy közös lista legyen, azt nem a választási rendszer kényszeríti ki, hanem az MSZP-nek a katasztrofális állapota. És ez már megelőlegezi azt, hogy jövő júniusig, hogyha nem köttetnek 5%-os küszöb átlépésére esélyt adó szövetségek, akkor valamely pártok el fognak tűnni. Egész pontosan 26-ig a frakciók révén, az önálló frakciók révén be vannak betonozva, még valamennyi közpénz is jár a munkájukért, de a 24 júniusában, ha nem szereznek mandátumot az európai parlamenti választáson egyedül vagy szövetségbe, akkor az megpecsételi a 26-os indulási lehetőségüket és tárgyalási pozíciójukat. Éppen ezért én arra számítok, hogy ez egy első bekiabálás volt, de lesznek még szövetségkeresések. Viszont egyáltalán nem biztos az, hogy ha 1-2 százalékos párt összefog, az automatikusan össze is adódik. Azt láttuk a korábbi európai parlamenti választáson, hogy nagyon erősen érvényesül az, hogy a választók a győzelemre álló, vagy nyerésben lévő, vagy erősebb pártokra adják a voksukat, és kevésbé van egy ilyen 3-4%-os pártot is segítsünk be az Európai Parlamentbe, hogy szerezhessen egy mandátumot hatás. Persze minden választás önálló történet, de itt a 24-es választástól sokaknak van félnivalója. Én úgy is érzem, hogy Gyurcsány Ferenc ciklus stratégiája arról szól, hogy az európai parlamenti választás után hozza létre a saját baloldali gyűjtőpártját, és a Rommel takarítás részeként még egyszer majd, hogy mondják, ezt a baloldalon segítő balt nyújt, és azoknak, akiknek a karrierje és politikai pozíciója eltűnt, vagy megsemmisült, azokat integrálni próbálja a 26-os indulás részeként a saját pártjába. Egyetértek a Tiborral, hogy a DK valahol 15-20%-os eredményre tarthat igényt, esélyt. 16 volt múltkor, és azóta nem gyengült a DK.
És ha utána egy baloldali gyűjtőpártot létre tud hozni, az akkor a 20% fölé is segíthet. De pártot akar Gyurcsány Ferenc integrálni, vagy csak személyeket? Erre látszott technikája, személyeket. A DK-ból akar baloldali gyűjtőpártot létrehozni, nem a többiekkel akar összefogni. Ezért a szövetségkeresés az európai parlamenti választás előtt az nem Gyurcsány Ferencnek a stratégiája szerint való. Gyurcsány Ferenc hagyja elveszni a kicsiket, és utána fog majd a választásokat követően együttműködést keresni egy-egy személyekkel, hiszen ő úgy tud a középpont maradni, az integráló erő, a domináns pozíció, hogy a egy-egy embert egy-egy 10%-ot húz magához, és nem szervezetekkel köt paktumot. Az atlétikai VB sikere, ez a Momentum pozícióját hogyan érintik? Annak idején egy nagyon erős és sikeres kampánnyal akadályozták meg, hogy Magyarország pályázzon olimpiára. Szerintem ez levált róla, tehát ez a Momentumnak a genezise valóban, vagy az origója, az origó. Szóval a Momentumnak kezdetét jelenti az a bizonyos kampány, ami a kérdésben elhangzott, de szerintem ma már ez már a múlt. A Momentum egy teljesen más típusú párt, nem hiszem, hogy a fejlődés történetében, annak az újabb szakaszában ennek lenne jelentősége. Az atlétikai VB sikere az ilyen közös nemzeti siker, nem véletlen az, hogy ellenzéki politikusok is végül is elmentek és fotózkodtak híres futókkal és sportvezetőkkel. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel így ez levált a Momentumról. Ráadásul az olimpia volt, most persze megint előjött ennek a tematikája, hogy Orbán Viktor is mondta, hogy már sok minden... Részekben megrendeztük, de most már akkor egészben is meg kellene. Szerintem nincs ennek ilyen aktuál politikai jelentőség, és főleg nem a Momentumra vonatkozóan, én ezt tagadnám. Ma nyilvánosságra került egy közvéleménykutatás, a társadalomkutató szerint 80% az embereknek egyetértett az atlétikai VB megrendezésével, ami azon magaslatokba tartozik, ami ritkán adódik a magyar társadalomban, tehát valóban aki erre politikai programot, stratégiát épített volna, hogy ő a nagy rendezvényeket ellenzi, az finoman szólva is kisebbségbe szorult. Látok is én itt egy gondolati fejlődést, Karácsony Gergely talán a Magyar Narancsnak adott interjújában már 2 metróért az olimpiai pályázat támogatását is felajánlotta. Üzlet, ami persze egy nagyobb volumenű, mint az atlétikai VB volt, de azt is mutatja, hogy rájött a baloldal, és a baloldal egyik szimbolikus vezetője, vagy ismert politikusa arra, hogy változik itt a közhangulat, és az ilyen nagy rendezvényeknek a sorozatos sikere már a Momentumnak talán nem is tenné lehetővé azt, hogy egy hasonló népszavazási kezdeményezéssel sikeres legyen. Ezért egy alkuba próbál bocsátkozni Karácsony Gergely. Milyen a főpolgármester pozíciója nyár végén? Sikerült-e például ráigetni a kampányfinanszírozási botrányt, amit ellenzéki oldalon se értettek sokan? Ma se értenek. Szerintem... Mit fogok mondani? Szerintem nem. Szerintem nem. Bocsánat, hogy gyorsan eltalálom. Tehát, hogy nem sikerült. Szerintem meg is állt ez a típusú ilyen vele kapcsolatos támadás, az nem azt jelenti, hogy soha többet nem fog előjönni, mert ezt már láttuk többször, hogy ez az egész ilyen guruló, dolláros tematika, ez időnként ilyen hullámokban árad, és akkor előjön időről időre, és próbálja megamortizálni az ellenzéki politikát, politikusokat. Én azt gondolom, hogy ez most nem volt olyan, valóban volt morgolódás és értetlenség a saját oldalán belül is, de nem égették rá. Ennek mondjuk egyik oka az, azon túl, hogy nem is ismerjük a körülményeket teljes mértékben, hogy nincs Karácsony Gergelynek a fővárosban alternatívája, sem a saját térfelén belül. Azt hiszem, én azt érzem, hogy ez már lekerült a napirendre, semmi olyan tudásom nincsen, hogy fölbukkannának a későbbiekben ellenjelöltek. Másfelől azt gondolom, hogy igazi alternatívája mostani tudásunk szerint, pedig nincs olyan messze a választás, 3/4 évre a Fidesz oldalon sincs. Tehát ilyen mérések különböző százalékokkal lehetne dobálózni, de azért valahogy a lényegük az, hogyha önkormányzati választás lesz, és közvetlen főpolgármester választás, akkor mindegy, ki a kihívója, valószínűleg Karácsony Gergely újrázni tud, és én azt látom még a felmérések alapján, hogy akkor a baloldali pártok
pozíciói, pozitív helyzetértékelését is adjuk meg ebből a szempontból, hogy a fővárosban mindenképpen igaz az, hogy azok a jelöltek, akikről tudunk, akik jelenleg egyébként polgármesterek javarészt, valószínűleg meg fogják tudni ismételni a mandátumuk, vagy a polgármesteri posztjuk, kerületi polgármesteri posztjuknak a megszerzését. Ez nem akar egy ilyen tuti biztos jóslat lenni, de a mostani mérések azt jelzik, hogy az inkumbens, tehát regnáló polgármesterek a baloldalon fogják tudni hozni a mandátumot. De ez azt is jelenti, hogy nem is látnak olyan ellenzéki, vagy párton kívüli jelöltet, akit mondjuk a DK elindíthat Karácsony Gergely ellen. A DK-nak ebben van gyakorlata, Kálmán Olgát is elindította még mint jelöltet. Tudásom nincsen róla, és én nem is gondolom, hogy ennek politikai célszerűsége lenne. Szerintem ez nincs lejátszva még. Én azért emlegettem azt, hogy Gyurcsány Ferenc vélhetően szeptemberben tart majd egy stratégiai iránymutatást. Azt kell majd elemzőként alaposan kiértékelni. Szól amellett érv, hogy Gyurcsány Ferencnek legyen legalább átmenetileg egy saját jelöltje, jobb tárgyalási pozíciók véget. Hogyha visszavonják. Ha visszavonja, mert Gyurcsány Ferenc ebben talán egyetértünk, azt akarja elérni, hogy minél több polgármester jelöltje legyen, és a fővárosi közgyűlésbe a jelenlegi pártpolitikai dominanciája érvényesülni tudjon. De én azért nem venném annyira a félváról a politikai korrupciós botrányát Karácsony Gergelynek. Nem azért, mert a jobboldali sajtó kiemelten foglalkozik vele, hanem látványosan a baloldali sajtó is foglalkozik ezzel az üggyel. És az úgy szokott lenni, hogyha csak a jobboldal számára fontos egy ügy a baloldal kapcsán, akkor a jobboldali sajtóba írnak vitriolos cikkeket, és vice versa. De itt jól láthatóan Karácsony Gergely válaszai a baloldali gondolkodókat, meggondoló embereket és újságírókat sem nyugtatja meg. Tehát mindenki kételkedik azon, hogy néhány nap alatt mikroadománygyűjtéssel lehet makroadományokat gyűjteni, meg az anonimitás kapcsán is egymásnak ellentmondó félmondatok származnak a főpolgármestertől. Tehát én azért azt mondanám, hogy amíg valami talpra esettebb választ nem dolgoz ki Karácsony Gergely, akkor addig számíthat még kellemetlen kérdések sorozatára, és minél inkább vannak kellemetlen kérdések a napirenden, annál inkább romlik a tárgyalási pozíciója. Korábban is azt mondtam talán ebben a műsorban, és most is azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek nem érdeke ősszel megállapodni Karácsony Gergely elő, az utolsó pillanatig húzni fogja ezeket a tárgyalásokat, én erre számítok. Ha Karácsony Gergelynek a renoméja, a baloldalon belüli megítélése romlik egy ilyen kellemetlen ügy miatt, akkor az tovább befolyási lehetőséget biztosít Gyurcsány Ferenc számára, és jobb tárgyalási pozíciót. Csak a vicc kedvéért mondom, de az, hogy alternatíva nélkül valaki 50%-ot tud elérni, az annyira azért nem meggyőző, mert az alternatívák versenyében az egyáltalán nem biztos, hogy 50%-ot jelent. Láttuk az elmúlt másfél évtizedben, hogy a baloldalon egy pillanat alatt megjelenhet megváltó, megmondó ember, új személyiség, aki a frissessége okán átrendezi a politikai terepet. Tehát szerintem ez a meccs még nincsen lejátszva, miközben avval egyetértek, hogy a mostani tudásunk szerint azt tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely megegyezik Karácsony Gergely indításában. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Brázzá Gostan Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és Závesz Tibor, az Ávesz Research Piac és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.